hogy realizáltuk, hogy ki az azonosítatlan tár. Illetőleg, visszatértünk ugye hozzá, megjelenik előtted a nagy kódex, és látod, hogy egy ilyen láthatatlan erőből így becsúszik egy ilyen, minek hív, autoquill, és kéz, és látod, hogy elkezdett saját nevedet így fölírni. Oda. És nem is tudom, hogy mit írjunk oda hozzá. A balfácán, az idióta, vagy pedig esetleg a gravitáció nem ismerője és parancsok megtagadója. Egészen jól hangzik? That's what? Semmilyen parancsot nem tagadtam meg. Hogy is hangzott? Maradjon egyben a hold, és ne legyennek belőle. Azon is parancs volt, csak egy opció. Igen. Kérés. Kérés, igen. Kérés volt. Nem etázzál, könyörgöm? De... Köszi. Ne, annyi, hogy... De az ugyanúgy egy célpont volt, amit el kellett pusztítanunk, tehát hogy... Az egy védelmi állás volt, ami kilőhette volna a hajóinkat. A megvizsgálása a dolgoknak előtte lehet, hogy nem ártott volna, az nem volt más, mint egy légzőcső. Tehát te most konkrétan azt mondod nekem, hogy egy Xenos entitás volt a bolygóban. Nem, te egy idegen létformát lőttél le, hogy tiszta legyen. Egy idegen létformát, ami egy birodalmi bolygó körül keringett. Nem. De félreérted a dolgokat. Nem keringett semmi. Ráépült a bolygó. Tehát egy ilyen létformát, ami keringett egy birodalmi bolygó körül. Ezt nem tudom neked egyszerűbben mondani. Tudod, mi ez a bioszféra? Na látod, lehet, hogy ezzel vannak a problémák. Na, szóval kérdésem a következő. Meg akarsz halni? Nagyon nemes halál lesz. Nézd, alá is húzom. Hát a másik opció, hogy túléled, és esetleg megpróbálsz valamit a helyére egy odaírni. Nem, de ne, ilyet nem csinálom, mert az szed ki onnan a tintát, ez nagyon jó. Eltűnik a tinta. Hiba nincsen a kódexben. Oda rak egy ilyen hiányjelet. Miért? Mit akarnál? Van valami célod, az biztos? Haver, segítek. Mi nem lehet elfogadni? Komolyan, őszintén! Komolyan, mi baj lehet belőle? Mindenki ezt mondja. Tesó, az utolsó, akinek én segítettem, jaj, az ne. Nagyon-nagyon sokra vitte. De tényleg! És ez a megvolt, gondolom. Nem, tök jól van! Így rámutatok a testvére, ő volt az. Nem! Biztos? Begyszó! Dobod a scrutinit, hiszek-e a hangnak, vagy nem? Dobjál rá egy scrutinit! Jó, van rá minusz 20-ad. Oké. Okay. Szerintem? Nincs meg. Te nagyon hiszel a hangnak. Oké. F***ra jót akar! Mi rosszat akaratnak? Fondom, hogy ez Xenos. Figyelj, jobban érzed magadat, ha azt mondom, hogy én vagyok az Isten császár. Te nem vagy az Isten császár. Na látod, mégse lettél jobban, szóval? De te nem vagy az Isten császár. Nem vagyok az Isten császár, bocs. De hogyha az Isten császár lenne, akkor lehet, hogy jobban érzed magad. Megjelenik előtted a f***ot Isten császár! Bro. Várjál, a 40-es formájában vagy még a 30-es formájában, 30-es. Még haja is van. Igen. Haja is van, meg ugyar. Dobhatsz rá egy awareness-t erre most minusz 30-a. Jó, hogy esetleg még itt van-e valami, ami... Na, ugye ezt letitkolt. Vágod, hogy esélyes, hogy ahogy most a 40K-ban kinéz, azt mi nem láttuk sose. Nem, csak azért, hogy a karakter mennyire ijed meg. Tisztesen. Szóval, a... rendesen hosszú, lobogó, fekete hajjal, aranyló páncélban, lángoló pallossal a kezében beúszik eléd. Mária, bocsánat, elnézést meg. Beúszik. Beszélhet nem elröhögni. Gaius! Te vagy a kiválasztottja az ultramarinoknak! Neked élned kell! Gyermekem! Ne dobd el az életedet, amivel még szolgálhatnád a rendházadat,
a Codex Astartes-t, és mi egymást, amelynek örülnek az ultramarinok, és szentek és tiszteletnek tartják. Hát ha én kérem tőle, akkor nem jobb így. Fogadom a fejemet most így közben, tehát hogy így először benyalom. Nagyjából az elmédben van amúgy ez az egész, ami játszódik. Jó, akkor beszélgessünk. Ha én megengedem neked, hogy te megments engem, akkor mit akarnál érte cserébe? Ajaj. Ez már egy érdekesebb dolog. Figyelj, kezdjük azzal, hogy te feltételezed, hogy én akarnék valamit cserébe, ami végül is lehet, de az igazság... Oké, akkor nem kér semmit. Nem, tényleg nem. Ez tényleg nem? Tényleg nem. Ebben mondta az előbb. Oké. És akkor mi a létezésed célja egyébként, hogy miért vagy itt, és miért beszélgetsz velem? Nem, mint hogyha az zavarna, csak kíváncsi vagyok. Oké, ha már kezdesz uncsi lenni. Szóval, van 3 másodpercet eldönteni. Segítsek, vagy hagyjak megdöglani. Jó, 1, 2. Akkor segíts. Cool. Bye-bye. Minden oké. De, semmi nem oké. De. Mi baj lehet? Őszintén. Na. Szóval. Fél óra múlva. Igen. Keresünk, de nem találjuk. Ott ülsz bent a hangárba már. Amikor is. Őt leszállítják egy gépről. De úgy, hogy 4 darab szervitor tartja konkrétan. Olyan szinten kimerült. Majd pedig a zsilipkapozi nyílik. Záródik előtt a blast door. És a magányos Marin belebeg. Koppan az üvegen. A holtestre van? Rárontanak a medikek azzal a lendülettel. Jogos volt a kérdése itt. Jogos volt a kérdése, igen. Holtest nincs vele. Nem jó. Hát te semmit nem tudsz éppenséggel mondani. Hát jó, gondoltam. Te teljesen K.O. vagy. Gondolom, oda rohanunk. Na. Oda rohanunk és megnézzük, mi van a parancsnok testvérrel. Okay. Hát nincs, hogy 2 lépés távolságban a medikeknek inkább vagyok helyett, mert ők több mindent tudnak. Tiszta vér a pofája, ezt látjátok. Látjátok, hogy a medikek mellett egy adag mechanikus támogató is rohan oda, akik effektíven neki esnek fugrókkal, és elkezdik lekapkodni róla a páncéldarabokat. Ceremóniák nélkül? Ha? Az élete fontosabb. Hát, szeretnéd megállítani őket? Nem. Dobjuk rá egy hotbeladított esetleg? Nem. Na látod. Szóval, szóval minden ceremónia nélkül elkezdik lekapkodni a dolgokat. A lúpuszatja az így oldalról így odaáll, és gyorsan egy imát így elmormol az egészre. Legalább annyi. De rátok néz, összeborzolja a szemöldökét, és egy kicsit így megrázza a fejét. Majd pedig lehet látni, hogy leszedik róla a páncélt, hogy a bőre az tehát így szét van repedve konkrétan, de ilyen 4-5 centi széles adott helyzetben, és fel van pöndörödve a bőr, a hús, lehet látni, hogy a csont már néhol-néhol látszik, és ahogyan leszedik róla a páncet, így elkezd így kapálózni néha, ilyen irracionális rezgések törnek elő belőle, ahogyan az egyik srác az odalép, és annyit láttak, hogy egy ekkora injekciós tűt, azt odailleszt így a mellkasához, és látod, hogy egy kőtörő kalapáccsal a másik így rábaszt. Na most ilyen földön túli hangot ti még nem hallottatok ezelőtt, ahogyan az összeforradt szegcsont az szilánkosra törik, ahogyan átütik rajta, és ez a vörös színű folyadék ez így, mint amikor így a szívószál így elkezd így belemegy, és annyit láttok, hogy egyik pillanatról a másik, hogy kipattannak a szemei, és elálljuk.
mellett az orvosi, és látjátok, hogy... Stabil! Üdvifargás tör ki az egész... Megmentettük! Ez a szívverése? Aha. De mivel föl van repedve a húsa, ezáltal lehet hallani, hogy rendesen a padlózaton kopog. Nem az volt a furcsa, hogy olyan nagyot ver, hanem hogyha két szíve van, akkor ez ahhoz képest lassan ver. Inkább is, hogy tudnék elképzelni rá. Bocsánat. Milyen rágya verne ezt? Plusz 20-szal? Dobhatsz rá plusz 20-szal. Oké, akkor megvan szerintem. Igen. Megvan, mert perceptionbe megy, akkor 62 alá 41. Egy szívet hallasz. Aha. Oké. Odafordulok Cornelius testvérhez, vagy Cornwall testvérhez, hogy hát oké, azt mondják, hogy stabil, de nem tudom, neked felüldött, hogy csak az egyik szíve ver. Most, hogy így mondod, igen. És akkor most akkor a nagy üdvözlés van, hogy most egy kicsit meg is könnyebbültek, hogy stabil. Igen. De azért még foglalkoznak vele. Persze, nem hagyták ott, tehát nem azt mondja, hogy neki örül, hogy Jobs Dami neki elrohan érte a francot, ott hagyják, de hogy is. Nem úgy, hát ez akkor még látszik, hogy valószínűleg ők is tudnak róla, hogy csak az egyik szíve működik, és most foglalkoznak vele, de jó, hát legalább az egy szíve stabil, minden esetre nem jó jel. Egyébként az is az Isten császár csodája, hogy még életben van. Egyébként hogy került ide? Egyébként mennyi időt volt kint? Hát ha annyi időt... Fél órája jöttünk be mi, és ki tudja még mennyit lebegtünk az űrben. Hogy érte túl? Furcsa. Meg tényleg egyébként hogy találtuk meg? Tehát hogy nem mi találtuk meg, ezt csak megjelentek a kubban. Nem, ezt csak itt. Lupus atya, indítványoznám, hogy elővigyázatosságból elkülönített ápolóba tegyék az ultramarin testvérünket. Fokozottan figyeljenek rá, hogy kimegy be, és korlátozzák a bejárást a lehető legszükségesebb személyzetre. Mi pedig... Ahogyan elmosődik, látjátok, hogy ilyen nagyobb szemfoga van. Az jelent valamit? Nagyobb szemfoga van. Jó. Illetve Korni szerintem meg beszéljük meg, hogy mit láttunk, hogy mi történt, mert... Beszéljük meg, és akkor el is indulok a saját körletünk felé. Bocsásson meg, testvér, de szerintem ennek más procedúrája lesz. Most én nem tudok valamit lorból? Vagy most furán viselkedik? Ahogyan ezt így kimondja, látod, hogy a félrehúzza egy a köpenyét. Jó. És látsz egy inkvizíciós tetoválást rajta. Oké. Mi sokat fogunk beszélgetni, Ürgerdista. Nagyon. Nagyon sokat.